Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben szaduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt: Mester, Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódott testvérének. Volt egyszer 7 testvér. Az első feleséget vett magának, és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Épp úgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a 7, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, ha ugyan feltámadnak, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a 7-nek felesége volt. Jézus azt felelte nekik: Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok. Szeretett testvéreim, a mai evangéliumban említett szaduceusok látszólag a Biblia emberei. Tudják, hogy Mózes törvénye azt parancsolta az izraeli férfiaknak, hogyha meghal fiú testvérük, aki házas és nem volt gyermeke, akkor vegyék feleségül az özvegyet. E rendelkezés törvény mögött egyrészt az állt, hogy ne vesszen ki a fiú testvér neve a népből, másrészt az, hogy az özvegy ne maradjon támasz nélkül. A szaduceusok ebből a bibliai szakaszból érvelnek a feltámadás ellen, amikor elmondják az abszurd történetet arról nőről, akit 7 testvér vesz feleségül, és 7-szer lesz özvegyé. A keresztény reménység nagy vigasztalása, hogy szeretteinket, és így házas társunkat is, viszont láthatjuk a feltámadás után. A házasság akkor már egyáltalán nem lesz fontos, hiszen az egy másik létállapot lesz. A feltámadás bizonyossága egyben szükséges, hogy bizonyosság legyen Isten létezésében is. Hiszen halottaknak nincs szüksége Istenre, de ha van Isten, akkor van feltámadás is, hiszen Isten az élőkért létezik. Kérjük Isten segítségét, hogy mi magunk is így tekintsünk földi életünkre, készülve a mennyei boldogságra. Amen. Thank you.